A nagy melegben könnyen hőgutához vagy talpégéshez vezethet, ha kutyánkat a forró betonon sétáltatjuk. Fontos, hogy lehetőség szerint ne a déli órákban vigyük ki háziállatainkat, amikor legelősebben tűz a nap, hívta fel a figyelmet dr. Tolnai Kata, állatorvos. A szakember elmondta, az embertől eltérően a kutyák nem tudnak izzadni, a talpárnájukon keresztül képesek párologtatni, illetve lihegéssel tudnak hőt leadni. Ugyanúgy, mint embereknél, önáluk is nagyon fontos a folyamatos vízivás, folyamatosan legyen előttük friss víz, hideg víz lehetőleg, ezt cserélni kell rendszeresen, árnyékot kell adni a kutyáknak, illetve ami nagyon-nagyon fontos, hogy nem maradhatnak bent zárt ajtóban, zárt térben, mert pillanatok alatt hőgutát tudnak kapni. Ugyanez igaz a sétáltatás, hogy nem sétáltatjuk a nyári melegben őket napközben a forró betonon, mert a talpárnájuk meg tud égni. Ha muszáj őket napközben vinni sétálni, akkor füves területet válasszunk, vagy inkább a hajnali és a késő esti órákat. Hozzátette, a nagy melegben akár a kinti kutyákat is be lehet engedni pár órára a hűvösebb lakásba, házba. A nagy, vastag bundával rendelkező ebek könnyebben kapnak hőgutát, de ilyenkor oda kell figyelni a rövidfejű fajtákra is, mert azok eleve légzési nehézségekkel küzdenek. Hogyha hőgutára van gyanú, akkor mindenképpen a hűtést kell elkezdeni, mint első segély. Nem kell várni arra, hogy beérjenek az állatorvos, ezt már otthon el kell kezdeni vízzel locsolni a kutyát, a bundáját átáztatva. Tehát az, hogy egy nagy bundájú kutyát lelocsolunk vízzel, az még nem fog átérni a bőréig. Tehát folyó hideg vízzel a bundáját átáztatva lehet azt csinálni, hogy egy nagy lepedőt hideg vízzel benedvesíteni, bevizezni, és azt tenni a hasára, lágyékára, ott jelentős hőt tudunk tőlük elvenni. A hőguta jellemző tünetei a lihegés, szaporalégzés, eszméletvesztés és koordinálatlan zavarmozgás, melyre minden gazdának figyelnie kell.